Örökzöld évad, beszédes mottót választott a Győri Nemzeti Színház a jövő évre. Tucatnyi új bemutatóval készülnek, amelyek között bőséggel akadnak klasszikus darabok. A teljesség igénye nélkül Shakespeare, Gorki, Agatha Christie, Szabó Magda, valamint Fejdó is lesz terítéke, de érkezik újra a Padlás is. Olyan darabokat adunk el, amit mindenki ismer szinte, de ebből csináltam egy csokrot, és ezért gondolom én, ez egy erős dolog lesz. De attól még, hogy ezek ilyen örökzöld slágerek, hogy úgy mondjam, attól még nem elcsépeltek, és nagyon nívós színpadi művek. Ebben az évadban egy nagy adósságot is pótolnak Győrben, hiszen 2018 áprilisában színpadra állítják az István a királyt, amelyet még soha nem játszottak a színházban. A premier ráadásul 35 évvel az eredeti királydombi ősbemutató után lesz. Mindenképpen egy nagy formátumú, amelyeket szoktam csinálni műzikelekben, tehát ez se lesz kicsi. De ami nagyon fontos, és ezt elmondtam, hogy egy olyan szereposztást tudtam kiállítani, amik hát ugye láttam a fejeket, amikor énekeltek itt ketten ebből a műből, hogy elképesztő énekesek vannak benne. Erre a bemutatóra ugyan még egy évet várni kell, de már az őszi évadnyitásra is nagy dobással készülnek. Az első premier Gorki éjjeli menedékhelye lesz, aminek egyik főszerepét az a Jordán Tamás játsza, aki ezer szállal kötődik Győrhöz, mégsem játszott eddig a színházban. Noha 46-tól élünk Budapesten, az apám az lélekben győri maradt. Megszervezte a Győrváros baráti körét, állandóan Győrbe jött, tele van győri ismerőse. Hát úgy nőttünk föl, hogy állandóan Győr, Győr, Győr volt a téma. Tehát én örülök annak, hogy végre a szülővárosomban is játszhatok, és hát különlegesen izgatabb darab az éjjeli menedékhely, és hát nagyon frappíros, hogy Valló Péter, akivel évtizedek óta sokat dolgoztunk, rendezés. Hát örülök, hogy Csankó Zoltán barátommal fogok ismét együtt játszani. A Győri Balett is különleges előadással készül, a Skarlátbetű lesz az idei premier, amelyet még soha nem alkalmaztak táncszínpadra. Ez általán nagyon tisztelt és szerintem nagyon tehetséges koreográfust, Velekei Lászlót kértem fel, aki a Győri Balett művészeti vezetője, őt neveztem ki most már 2 éve, akinek egy nagyon-nagyon régi vágya válik valóra, méghozzá a Skarlátbetű regényt alkalmazza a táncszínpadra, amit még a világon soha sehol nem adtak elő. A színházbarátoknak jó hír, hogy a bérletárak nem változnak a jövő évadban, a bérleteket május végéig lehet megújítani, június 2-ától pedig az új vásárlókat is várják.